Az utazásunknak két célja volt. Az egyik az, hogy megtudjuk, hogy miért most indultak neki a szírmenekültek ilyen nagy számban Európa felé, holott a háború ugye már 4 éve tart. És a másik célja pedig az volt, hogy megértsük emberileg, hogy hogyan lehetséges, emberek, családok rizikóznak, olyan kockára teszik az életüket, hogy a tengeren a kisbabájukkal, meg a feleségükkel átkelnek. Hogyan lehet ilyen döntést meghozni? Ez volt a két pólus, ami mentén elindultunk. Nagyon érdekes felfedezés volt, hogy nem feltétlenül és nem kizárólagosan Szíriából jönnek a mostani menekültek, tehát most a szírekre gondolok, hanem nagy részük már Törökországban élt, próbált megélni, de nem sikerült neki, és fél év után, egy év után jött rá arra, hogy máshol kell megkeresse az életét. Ezzel, hogyha belegondolunk, teljesen normális, mert ha neked lebombázzák a házadat ma, akkor nem feltétlenül Írországba mész rögtön, hanem Ausztriába, vagy egy szomszédos országba, ahol megpróbálsz megélni, abban reményben, hogy vissza is tudsz térni a hazádba. Amikor ez már evidens, hogy nem sikerül, akkor az emberek egy nagyobb döntés hoznak, hogy a családjukat kicsit messzebb viszik, kicsit nagyobb kockázatot vállalnak, és egy új jövőt teremtenek. Tehát emberileg itt lehet megérteni azt, hogy miért kerekedtek most fel ilyen számban. Azt a kérdést kéne feltenni, hogy vajon miért nem cselekedtünk eddig? Hány éve tudjuk, hogy Törökországban 2 millió menekült van? A török állam, a török kormány hány konferencián mondta már el évek óta, hogy ők iszonyatos befektetéseket tesznek a menekülttáborokba, de már nem bírják szusszal. Ezt nem hallottuk meg eddig. Libanonban ugyanúgy minden negyedik ember menekült, ezt se hallottuk meg eddig. Tehát inkább azt kellett volna megelőzni, hogy idáig jussanak az emberek, és úgymond regisztrálatlanul, tehát többé-kevésbé kontrollálatlan módon kelljen nekünk megoldani a kérdést. Meg kell kérdezni azt is, hogy ki okozta a háborút, azt is meg kell kérdezni, hogy ki szállított fegyvert, ki szállít még fegyvert Szíriába, tehát a felelősség kérdése az is megkerülhetetlen. Közel-Keleten is nagyon kevés az ország, ahol van szociális háló, ahol van társadalombiztosítás, ahol adót kell fizetni, tehát más rendszerben nőttek bele. Ezért ők nem egy horda, nem egy civilizálatlan sereg, hanem egy olyan emberek, akik nincsenek feltétlenül tudatában az európai értékeknek, az európai rendszernek, inkább szociális rendszerről van itt szó. Tehát amikor ide érkeznek a határra, akkor nem kellene lenézni őket, hanem egyszerűen és világosan elmondani, megtanítani őket a mi vívmányainkra, az európai társadalmi rendszerre, az európai szisztémára. Nem mondom, hogy sikerült megértenem, hogy hogyan tudják egy éves kisbabát csónakra tenni. Itt az emberi oldalát próbáltuk megint megfogni Inésszel együtt, kicsit máshogy nyúlni ehhez az anyaghoz. Ugye mi önkéntesen mentünk oda, tehát senki nem küldött, és saját befektetésből, úgyhogy nagyon érdekelt minket az emberi oldala, a saját történetek, tehát az egyes ember története. Közelebb jutottunk a megértéshez. De a legnagyobb élményem az volt, hogy egy tunéziai nővel utaztam, a barátnőmmel. Két szempontból is fontos volt, egyrészt azért, mert nagyon más volt az ő hozzáállása, az ő gondolkodása. Itt rögtön nem értette meg, hogy Európának mi a baja a menekültekkel, és miért nem tudunk pár százezret elfogadni, holott az országa 1,5 millió libiait is beengedett hirtelen. Nagyon sok vitánk akadt ebből, szinte végig ezen rágottunk, hogy valahogy az európai és a tunéziai ügyeket is megértessük egymással. Másrészt pedig az, hogy az ő útlevele az valóban nem ért semmit az enyémhez képest. Ott derült ki ugye, hogy neki már bejutás is nehezebb volt Törökországba, másrészt pedig, hogy a rendőrségi bevitelünkkor is hát sokkal rosszabb helyzetbe került ő.
mint én. Én tudtam, hogy nem lesz, nem lehet nagyobb baj ebből, de neki például nem volt segítsége, nem volt egy konzulátus, akit felhívjon, és ő közvetlenül az országból való hosszú távú kiutasítást rizikóztatott, kockáztatta. Ha nem beszéltünk volna arabul, akkor szinte semmit nem értettünk volna meg a körülöttünk zajló eseményekből, hiszen a menekültek, a szírek, akik elindulnak az útjukon, nagyon titkolóznak az elején, senki sem szívesen beszélget se idegenne, se törökökkel, hiszen nagyon nagy a tét, nagyon nagy a tétje annak, hogy ők el tudnak indulni, meg tudnak állapodni a csempészekkel, a kontaktjaikkal, a hajós átkelésen, és ott azért nagyon nagy a feszültség is. Az ember csempészet az Törökországban virágzik. Törökországból azt láttuk, hogy már a buszon is telefonbeszélgetéseket folytatnak szerbiai, magyarországi, főleg magyarországi embercsempészekkel közvetlenül. Nagy a határőrizet Törökország és Görögország között, legálisan nem tud senki átjutni ott. A tarifák azok adottak, kis csónak, nagy csónak, kis csónak 200-250 euró körül van, nagy csónak pedig 2000 euró. Mind a kettő rizikós, tehát mind a kettő elsüllyedhet. Azt mondták, hogy török, főleg törökök a vízi embercsempészek, és a magyarországi kontaktok pedig magyarok, taxisok és szláv, de szerb és macedón-albán emberekről is volt szó, de ez csak másodkézből. Nem volt tudomásunk arról, hogy embercsempészeket látunk, gyanús embereket a buszállomásokon igen, gyanús csoportosulásokat. A magyar csempészekkel már ott folyik a tárgyalás. Isztambulba, Bodrumba, Izmirbe, a buszon, stb. Stb. A legmegrázóbb esemény az ugye a rendőrségi bevitelünk és elfogásunk volt. Ez eléggé váratlanul történt, tehát egy parkban ültünk éppen, és nagyon fáradtak voltunk este felé, és szírekkel voltunk körülvéve, kicsit beszélgettünk velük, amikor megjelent két civil ruhás úriember, rögtön elkezdték kérdezni, hogy miért vagyunk itt, miért kérdezősködünk. Úgyhogy ennek végül egy rendőrségi jegyzőkönyv lett a vége, amit a fogdában vettek föl. A vége az szerencsés lett. Amit kellett tenni, az volt, hogy meg kellett mondani, hogy magánúton vagyunk Törökországban, nincs szándékunk kutatásokat végezni a török menekültáborok állapotáról, vagy semmiféle menekült kérdésben nem szeretnénk tovább kutakodni, tehát magánemberként jöttünk. A menekültáborokba a bejutás az tiltott, nem engedélyezett, még a civil szervezetek számára sem, nemzetközi civil szervezetek számára nem. Török civil szervezetek közül vannak olyanok, az ASZAM nevű például, akik segítik a táborok fenntartását. Nyilván a török hatóságoknak már elegük van az egész menekült kérdésből, olyan szempontból, hogy rájuk hárult, hogy a 2 millió menekültnek az elszállásolása és az egész élete az elmúlt 4 évben. Mi női szempontból szerettük volna az emberek sorsát leírni, és ebben fontos faktor volt az, hogy mi kicsit máshogy nyúlunk az anyaghoz. Tehát nem feltétlenül egy tárgyilagos, nem egy statisztikai adatokkal, nem csak a tárgyilagos dolgokat vesszük figyelembe, hanem egy kicsit az emocionális hátterét nézzük meg az emberi sorsoknak. Ezért kerültek a BOK bejegyzésekbe, mindig van egy főhős, vagy igyekeztünk egy főhőst kiragadni, és egy egész történetet megmutatni. Hogy nem az első az, hogy ilyen kockázatos útra vállalkozunk, tehát az egyiptomi forradalomban is jelen voltam, tunéziai forradalomban is jelen voltam, az szintén ilyen időszakos tudósítás volt, tehát kiruccanás, úgymond, de nagyon tanulságos volt, és azt hiszem, életem egyik legjobb élménye volt ott lenni a Mubarak lemondásánál,
az egyiptomi forradalomban. Nagyon meghatározó volt számomra, és ezért nem gondolom, hogy az arab forradalmak hiába valóak lettek volna. És én nem gondolom, hogy bármelyik forradalom is hiába való lehet. 14 napot töltöttünk kint, tehát 2 hetet. A közvetlen családomnak szóltam arról, hogy ide készülök. Ketten mentünk a határon végig, de ott akkor ugye kicsit már vagányabb az ember, és bevállal néha olyan dolgokat is, amik nem feltétlenül a életbiztosítás jelentik.